és a teremtettel. És pedig az év utolsó estéjéhez érkeztünk, és eljöttünk ide, a templomba Isten oldalára, hogy a jó Istenem, hálát és köszönetet mondjunk az elmúlt esztendőért, minden öröméért, sikerért, sikertelenségért, megpróbáltatásáért. Isten kezében vagyunk, az ő tudta nélkül hajunk szállásra esik a földre, életünket az ő kezébe helyezzük. A Szent Misét hálából ajánlom fel. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és várjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr Szent titkait. Thank you.
mindenható örök Isten, te szent fiad születésével új módon és tökéletesen magadhoz kapcsoltad az emberiséget. Kérünk, ismerj minket magadénak fiad kedvéért, mert ő az egész emberén az üdvözítője, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden ő általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Ő benne élet volt, és az az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, a sötétség nem fogadta be. Fölépett egy ember, akit Isten küldött, János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságból, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. Az ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ ő általa lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övé nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És az ige testé lett és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette. Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk, kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg. Isten soha senki nem látta. Isten egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki. Ezek az evangélium ígéi. Áldjon téged, Krisztus! Kedves testvérek! Körül életünk véges és nyugodó. Csitaföldön minden a feledés törvényének van magátetve. Minden embernek van két szülője, négy nagyszülője, nyolc szülője. A nagyszülőkkel még rendben vagyunk, de már a nagyszülőknél talán már a lennél se tudnánk megmondani. De hogy még az életünkről tudnánk valamit mondani. Mert egyébként antik bútordarab őrzi az emlékünket, hogy sejtjük, hogy öregek voltak, vagy kevésbé öregek, de bizony ők már feledésbe merültek. És ugyanúgy mi is a feledés homályába merülünk ezen a földön. És ez sokakban azt a kérdést teti fel, hát akkor miért strapáljam magamat, ha minden feledésre merül? Miért húzzak áldozatot? Miért húzzak lemondást, ha úgyis el lesz felejtve minden? Igen, fatalizmus, pesszimizmus van az ilyen felfogás között, hogy mindegy, hogy dicsérnek, vagy hogy szívnak, úgyis el lesz felejtve én is, meg a dicsérőim is, meg a szívóim is. Hát a hívő ember nem ilyen fatalista. Az igaz, hogy a földi élet, a végesség és a feledés törvényének van alávetve. De ez a valóság egészéből csak a földi dimenziót nézik. A hívő ember pedig tudja, hogy az egész életünk, az egész létünk Isten örökké valóságába torkolik.
mindaz, amit teszünk, Isten örökké valóságában torkolik, a tetteinknek, a magatartásunknak, a szavainknak igenis örök értéke van. Akár tetszik, akár nem tetszik, örök értéke van. Nagyon is számít, hogy mit mondunk, mit teszünk. A hatalmasok döntése is, és a legegyszerűbb ember szerint cselekedeteinek is örök értéke van. Isten tud mindent. Isten tudja ismerni előneinket, és tud minden emberből, nagyon jól tudja, hogy ki becsületes, ki becstelen, ki jó, ki rossz, ő mindent tud. Egy katekizmus azt írt a régebben, hogy Isten mindent tud, de semmit nem felejt. Kétségtelen, Isten minden tudó. És nem is, és mint minden tudó, nem is felejt semmi. De hiányos lenne Isten fogalmunk, ha csak ennyit állítanánk róla, hogy ő minden tud és semmit nem felejt. Mert Isten egyben a szeretet is. Ő szeretetből teremtett a világot, benne az ember. Szeretetből váltotta meg az ember, amikor fiát a földre küldte. Jézus szeretetből vállalta értünk a kereszt halál, és Isten szeretetből hív minket az ő házában, az ő országába. Életünk tehát, testvérek, nem a semmiben torkollik, nem a vak végzetbe, hanem Isten örökké valóságába. Mindössze néhány óra van hátra az esztendőből, olyan melankolikus hangulata van ennek az év utolsó estéjének, átgondoljuk életünket, bizonyára mindannyian megélhettünk az esztendőben helyzeteket, amelyekkel meg tudtunk birkózni, amelyekben eredményt tudtunk elérni, és bizonyára mindannyiunknak vannak élményei, amikor hibákat, tévedéseket, bűnöket követtünk el. Az életünk, a tetteink Isten örökké valóságára torkolnak, a jó cselekedeteink is, meg a szenvedéseink is, a megpróbáltatásaink is, a fájdalmaink is, az álmatlan éjszakáink is Isten örökké valóságába torkolnak. Isten elkísért bennünket az esztendő 52 hetében, ezért jöttünk, hogy köszönetet mondjunk néki. És köszönetet mondunk mindazoknak is, akik mellettünk álltak ebben az esztendőben. És továbbra is igényeljük a barátoknak, a hozzátartozóknak a kezét. Elsősorban azonban Istenre építünk, mert egyedül nála van biztos menedékünk. Egyedül ő az a hely, ahol nem merülünk a felelés fogalmába. Ez ad nékünk igaz és bátorítást a következő esztendőre is. Amen. Testvéreim, még néhány óra és vége lesz ennek az esztendőnek. Adjunk hálát a gondviselő Istennek az elmúlt év minden ajándékáért. Fogadjunk hálánkat azért, hogy hitünk meg nem igaz, és reményünk meg nem fogyatkozott. Kérjük, hálássunk meg minket! Fogadj el, Urunk, hálánkat azért, hogy sok bűntől megóvtál, és szeretetedben előítél. Kérjük, hálássunk meg
emlékezzet. Fogadalunk hálákat azért, hogy az elmúlt esztendőben megtartottál minket békességben és egészségben. Kérünk, hogy hallgass meg minket. Fogadjunk hálát azért, hogy Atyai Józsefottal gondot viselte a testét és lelki életünket. Kérünk, hogy hallgass meg minket. Adunk, hogy tűzteletül hálát sok legyünk segítségedért, amelyen munkánkban és tűzelmeinkben mellettünk álltál. Kérünk, hogy hallgass meg minket. Adunk, hogy mindig hálásak legyünk írva azért, amelyel megpróbálkozásainkból kimentettél bennünket. Élünk, kérlek, hallgass meg minket! Mindenható Örök Isten, megköszönjük az elmúlt esztendőben kapott sok ajándékot, amelyel nem választottál bennünket. Fogad el őszinte bűnbánatunkat is, fájlaljuk a sok hűtlenséget, mulasztást és anyagságot, amelyen megváltottunk. Add, hogy kegyelmed segítségével az új esztendőben új emberekké lehessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Urunknak és Istenünknek.
örök és boldog életet. Ezért is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, és úgy jobban mondjuk. Apostolokkal és minden szenttel együtt
akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Nagyon az ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben.
boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten márája.
Thank you.
lelkünkkel. Dicsérjük és magasztaljuk őt mindenkor. Ott Uram, szent különbséget titkát úgy tisztelünk, hogy az áldozat örök élet örömeibe juthassunk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Mindennek mindenható teremtője, nagy Isten. Néhány szent pillantás múlva ismét vége lesz egy esztendőnek. Elenyészett minden bizonytagságával, pedig gyakran gondoltuk, hogy ezek elviselésére gyöngék leszünk. Elenyészett minden örömével, pedig sokszor azt képzeltük, hogy ezek teszik állandó boldogságunkat. Úgy érezzük, fölséges Istenünk, idő és örömi boldogságunkat, hogy számot kell adnunk arról az esztendőről, amelynek végén ezer és ezer embertársunk el sem érte. Kérünk ettől a számadástól, mert érezzük, hogy ismételten végkeztünk ellened, és azért már előre is bocsánatulat kérjük. Kevés napja volt ennek az esztendőnek, amely halálos ágyunkon teljesen megnyugtató emlékezést fog kelteni lelkünkben. Ellenben sok nap vádol majd előtted, ítélő Isten, hogy a világ fiúságának fordulva könnyelműen elvesztegettük, vagy szent parancsait megszegésére fordítottuk. Nagy Isten, ha összehasonlítjuk gonoszságainkat és mulasztásainkat azzal a kevés jóval, amit tettünk, kívülva kell megvallanunk, hogy érdemtelenebbek voltunk a kezedből vett ajándékokra, mint annyian mások, akiket az elmúlt esztendőben elnyelt a sír. Türelmed nagyobb volt, mint hálátlanságunk. Élni hagytál, noha meg nem érdemeltük. Bőven adtad kegyelmedet, noha azokkal sokszor visszaéltünk. Urunk és Istenünk, gyümölcstelen fák vagyunk, akiket megtűrtél kertedben. Az elmúlt esztendőben megszámlálhatatlan kegyelemmel és bőséges testi javakkal árasztottál el. Csak sejteni tudjuk azt a sok testi és lelki veszedelmet is, amelyet tőlünk elhárítottál. Kegyes üdvözítőnk sokszor felemelte előtted közben járó kezét, hogy ne büntessünk minket, sokszor esnek el bűneink bocsánatáért, hiszen hányszor megígértük, hogy életünket megjobbítjuk. De ígéretünkről mi bűnösök induntalan megfeledkeztünk, és maradtunk, akik voltunk, vagy a rosszat még rosszabbat tettéztünk. Urunk, ne szállj velünk ítéletre, mert a gonoszságainkat tekinted, ki állhat meg előtted. Töröld el védkeinket az ártatlan bárán vérével, amilyet ő a keresztoltárán az egész emberiségért kiontott. Őszintén ígérjük, hogy az új esztendőben neked tetsző életet élünk. De vajon mit adjunk neked, Istenünk, azért a számtalan jó tétteményért, amelyel a lenyugvó esztendőben elválasztottál? Bár csak világosan látnánk legalább most, amikor előtted térdelünk, irántul tanúsított szereteted nagyságát. Bár csak örök hálával telne meg a szívünk. De mivel ezt a hálaérzést is csak atyai jóságon adományából várhatjuk, az esztendő utolsó napján eljöttünk szent oltárokhoz, ahol a kenyér színe alatt szent fiad, ami közben járó jelen van, hogy szívünket, lelkünket és mindenünket oltárodra tegyük, neked legjobb atyánknak, uróknak, Istenünknek hálaadó áldozatunk feladjáljuk, és éget dicsőítő énekkel magasztaljuk most és mindörökké. Amen. Kedves testvérek, holnap 4 napján
kötelező ünnep van vasárnap is jelen lesz, egyen a kápolnában, és fél tízkor a templomban lesznek szentmisék. Az Úr megyen veletek! Amen.